Na sziasztok, újra úton vagyok, itt Magyarországon. Tegnap jöttünk meg a haverokkal az idei magyarországi túránkról, ami szintén ott az északi középhegység Visegrád környékét járta be. Egy kicsit ott Fehérvár, Várpalota, az Zirc környéke. Egy nagyon szép túrát mentünk, néha nagyon rossz utakon, de amúgy minden szuper volt. Nem telt el egy nap, és már újra úton vagyok. Ma két nagyon cuki, aranyos kis csajszival megyek motorozni. Az egyiket én viszem, a másik meg jön a saját motorjával. Úgyhogy gyertek, tartsok velünk, nézzétek merre járunk. Sziasztok! És itt vannak az ismerősök. Hello! Sugi. Itt a motorja. Nem rossz. Aha, igen. Meg az Anita. Mi meg ezzel megyünk. Nagyon fölpakoltunk. Úgyhogy Balaton irányába megyünk majd. Ott körbejárjuk egy kicsit a dolgokat, megállunk egy-két helyen. Meg tudunk talán valamit nézni. Úgyhogy szerintem jó túra lesz, tartsatok velünk, sziasztok! Sugi a világbajnok. Mert jó volt. Nem tudta fölállni. Mert hogy miért mit akartál, te jó ég? Dehogy is, ne. Nem így kell leszállni, Anita. Rá kell lépni arra. Ne tudsz jönni? Jézus Úristen. Na, megálltunk itt a tornai pincészetnél. Mindenki ívott egy kávét, az Anita az extra mandula tejjel kért. Igen. Szuper volt, olyan egészséges. Meg egy dupla karamellás magnum. Igen, Sugi se vett, azt én ettem meg a végén. Az egészet kávét. Szép a hely, mindenkinek tudom ajánlani. Tök jó a terasz. Az árak egész elfogadhatóak, ha nem borosztok. Úgyhogy így jó. Na jó, megyünk tovább a Balaton fele. Aztán ott még kompozunk meg, elmegyünk valami pizzériába, ami állítólag nagyon jó. Igen. Szuper jó lesz. Sziasztok! Lányok esznek, vagy stresszesek voltak, már nem bírtak motorozni.
Nagyon szép helyen vagyunk amúgy. Itt sümegen. Nézzétek! Ott a vár. Lehet, hogy be kellett volna ott menni, sugi egy úton. Azt mondta, hogy balra, de hogy a hegyre föl. A hegyre föl? Igen, gyere azt utána. Faj, de jól néz ki. Itt van, ja itt van. Oké. Okay. Sziasztok! Ciao. Megérkeztünk Konyódra, a Kriptavilla kávézó és valami. De tök jól néz ki, nagyon jó kis hely, nézzétek, nagyon szuper kis kiülő helyek vannak itt. Bomba jó kilátás van, hihetetlen jó. Gyertek ti is. Na ezt nézzétek meg, micsoda szuper helyen vagyunk. Fonyódon van itt fönn egy ilyen kávézó. Szuper jó kilátás van innen. Szuper jó kis terasz van. Van tetőterasz is, ahogy látjátok. Nagyon komoly. Hát az jó. Na, átjöttünk a kompon. Sugit ledudálták. Aztán, amikor meg kiszállok, akkor már némi mosolyom ki. Jó, hopp. Mehetünk, Anita. Most én nem tudod az utat? Tudom. Innen tudom. Jó. Szerintem. Akkor hajrá! Thank you.
Elköszönünk a Sugitól, mert ő megy haza. Meg azt hiszem fodrászhoz is megy. Jó van. Úgyhogy mi meg megyünk tovább, Bakonybélbe. Úgyhogy... Na, sziasztok! Na, elköszöntünk Sugitól. Ő megy más irányba, Bakony-Jákóra, mi meg Bakonybélbe, úgyhogy itt Márkónál másfele indultunk. Mi átvalunk itt az erdőn, szerintem egy tök szép szakaszon, egy kicsit felveszem majd, látjátok. Aztán ennyi lett volna ez a túra Anitával meg Napsugárral, Sugival, és remélem tetszett. Egy kicsit más volt a videó, nem fiúkkal, meg nem egyedül, hanem lányokkal, ez nekem is jobb volt. Úgyhogy remélem tetszett a túra, ha esetleg valami hozzáfűzni valótok van, nyugodtan írjátok le itt a videó alá a kommentbe. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, kövessétek a csatornát. Köszönjük, hogy megnéztétek, sziasztok!